Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekem Elő című vallási műsorunkat látják, amelynek keretében biblia elemzéssel foglalkozunk, vallási fogalmakat tisztázunk, gyakorlati lelki kérdéseket is, vallási kérdéseket is érintünk, Sokrétű tehát a közös gondolkodásnak a témaköre is, és az eredménye is. A mai alkalommal is nagy szeretettel meghívom kedves nézőinket a közös gondolkodásra, folytatva Szent János Apostol evangéliumát, annak olvasását, amelyet hosszú ideje már megkezdtünk, és ez a téma már folyamatban van. A harmadik fejezetnél járunk, és a harmadik fejezet 16. versénél álltunk meg. Itt kezdődik az a szakasz János evangéliumában, amely feltárja az olvasó előtt Jézus küldetésének célját. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött fia nevében. Az ítélet pedig ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mivel cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy el nem arasztalják a cselekedeteit. De aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat. Ez tehát János evangéliumának harmadik fejezete, és azon belül is a 16. verstől a fejezet végéig a 21. versig terjedő szakasz. Kedves nézőink, kedves velem együtt gondolkodó, érdeklődők, sok fogalom tisztázására kell készülnünk a mai alkalommal, hiszen itt elhangzott a fiú, az egyszülött fiú küldetése, Isten szeretetének fogalma, a világ fogalma elhangzott. A világosság és a sötétség ellentét pár gonoszat cselekedni, vagy igazság szerint cselekedni az ítélet fogalma, számtalan bibliai fogalom, és nem csak a vallásos életünket érintő kifejezések ezek, hanem az örök létünket meghatározó szempontok. Ezért nagyon fontos gondosan tisztáznunk ezeket a kifejezéseket. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ez a mondat első része, a 16. vers első fele. Isten szereti a világot. A szeretet mindig igenlést jelent, elfogadást jelent. A létezésnek az igenlését, a másik személynek ez esetben Isten teremtményeinek elfogadását. Isten tehát szeretetből teremti a világot, szeretetből ad létet az embernek. A szellemi adottságokkal megáldott teremtmények, halhatatlanságra hivatottak, akik halhatatlan szellemiségükben, lelkükben Isten képmásai lehetnek. Az Isten képmás fogalmát a Szentírás az emberre használja és vonatkoztatja, de vannak Istennek test nélküli szellemi teremtményei is, akik az ő udvartartását jelentik, akik az ő mennyei világának szereplői, és a mennyei világból küldöttei az ember felé, az emberiség számára, ők az angyalok. Soraikból sokan fellázadtak, ellenszegültek Istennek, megtagadták a szolgálatot, az Isten dicsőítést, ők is küldöttek maradtak, és nem vonta vissza Isten a küldetésüket, de ők a bukott angyalok, a gonosz lelkek, a gonosz szellemek és más szóval az ördögök a sátán, akik a küldötti mi voltukat, az ellenszegülés, a csábítás, a bűnrevezetés, megrontó, Tevékenységére használják és fordítják, hogy az embert is elfordítsák Istentől. Isten egy sajátos küldöttet is útnak indította mennyei világból, és ez az ő egyszülött fia. Isten a világot szeretetből teremtette, szeretetéből osztotta meg létezését az emberrel, Isten a világot, és benne a mi létünket a boldogság helyszínévé akarja tenni, és örökké valóvá akarja tenni a mi létezésünket. A gonosz kísértései, a bűnre vezető csábítás alkalmával az ember elbukott, és valahányszor az ember inkább hallgat a gonoszra és a kísértésre, akkor Isten ellen fordul, de az a valaki, akit Isten elküldött, hogy a létezésünk, a boldogságunk helyreálljon és megmaradjon az Isten egyszülöttje, ő végérvényesen megtörte a gonosznak, a sátánnak a hatalmát. Isten tehát szeretetéből, küldte el az ő saját fiát, az egyszülöttjét. Nagyon mély teológia és az emberi értelemmel fel nem fogható hitbeli állítás a Szent Háromság megvallása. Az Isten egységének, egyszeres, mint hármas személyiségének a megvallása, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a Szent Háromság személyei, az ő megvallásuk külön-külön is, nagy hitbeli próbatétel. De ez az állapot, ez az isteni lét állapot ugyancsak a szeretetre utal, ezért mondhatjuk ugyancsak János apostollal, hogy Isten szeretet, mert ő önmagában is, ha nem is osztotta volna meg a létét az emberrel, de önmagában is szeretet közösség, a három személy szeretet közössége. Így tekintünk az Úrra, aki elküldi az egyszülött fiát, mert szereti a világot. A világ kifejezésben Isten teremtményeire, azok összességére gondolunk, és a bűnbe szakadt világra is, az, az Istentől elszakadt világra, amelynek pusztulását, megsemmisülését Isten a bűnbeesés után sem akarja, adott ugyan figyelmeztető jeleket, nagyon erőteljes figyelmeztetéseket, mint a vízözön, és ma is ad figyelmeztető jeleket a megtérésre, azért, hogy elnevesszen a világ, ahogy itt szerepel ebben a szövegben is, tehát a bűnbe, a megsemmisülésbe ne szakadjon el Istentől végérvényesen a világ. Tehát a megromlott meggyengült, és az Istentől egyébként, mint teremtmény, de mégis független valóság, mely természetesen Isten hatalma alatt áll, de mégis. Ebben a világban ott vannak a szabad akarattal megajándékozott szellemi teremtmények, akik, amennyiben úgy akarják, el is fordulhatnak Istentől, és így ez a világ jelentheti az Istennel szembenálló valóságot is. Sem a bűnben, sem a szembenállásban nem akarja Isten a világ pusztulását. Ezek ilyen profétát gyakran idézzük ebben a tekintetben, aki az Úr üzenetét úgy továbbítja, mi szerint egy kérdést tesz fel az Úristen, de mi állító formában szoktuk ezt mindig idézni, hogy nem akarom a bűnös, nem akarom az istentelen halálát, hanem azt akarom, hogy letérjen útjáról és éljen. Isten szeretetének ez a legfőbb szándéka, a mi életünk, a mi létünk és a mi boldogságunk. Isten tehát úgy szerette a világot, hogy egy szülöttjét adta ennek a világnak. Az Isten fiát, a második isteni szemét, aki emberré lett, és mindenben a bűnt számítva, mindenben vállalta az emberi küldetést, és az ember meggyengült természetével járó nehézségeket is, mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve, tehát tudott éhezni, tudott szomjazni, tudott szenvedni, tudott meghalni. Nem vette magára a bűnt, és végérvényesen annak a következményeit sem, a legfőbb következményét ugyan magára vette, de legyőzte azt, mert természetes halállal meghalt kényszenvedését követően, de legyőzve a bűnt, a sátánt, és így a bűn következményeit, a halált is, föltámadt harmadnapra. Ez tehát Isten egyszülöttének evilági küldetése amely a mi emberségünkre is biztatólag hat, jó hatással van, a megváltás gyümölcseit ajándékozza nekünk. Nekünk sem kell végérvényesen meghalnunk, a mi emberi szenvedéseink sem értelmetlen dolgok, felesleges kínlódások, hanem mind a világot jobbító, másokért áldozatként felajánlható, az újjáteremtés munkatársaivá tevő szenvedések ezek, az Úr Jézussal együtt szenvedhetünk, és ahogy Péter írja a levelében, Krisztus értünk, szenvedett példát hagyva nekünk, hogy kövessük a nyomdokait, és nekünk nem olyan főpapunk van, olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ne tudna együtt érezni a mi szenvedéseinkkel, gyengeségünkkel, hanem olyan, aki együtt érez velünk, mert magára vette a bűnokozta szenvedést. Isten tehát megteremti a világot szeretetből, a világ benne az ember bűnbe esik, de Isten továbbra is szeret bennünket, továbbra is igenli az életünket, Továbbra is azt akarja, hogy létezzünk, sőt boldogan éljünk, és ezért küldi egy szülött fiát ide a világba, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennél a pontnál állunk meg, egy rövid szünetet tartva. Nézőink, a Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. Folytatjuk Szent János Apostol evangéliumának olvasását, illetve annak elemzését a harmadik fejezet 16. versével kezdődően, a 21. versig terjedő szakasz korábban már említettem, hogy két segédkönyv is a rendelkezésünkre áll, amely szakmai alapokat biztosít a közös gondolkodáshoz. Gál Ferencnek a János Evangéliumához írt kommentárja, és Farkas Falvi Dénes atyának ugyancsak egy kommentárja, amely ezt az evangéliumot elemzi. Ez utóbbiban Olvassuk. Isten szeretetének egyéb bibliai párhuzamait. Ez a kifejezés írja a szerző. Egyedülálló a jánosi evangéliumokban, evangéliumban iratokban. És itt Istennek vagy Jézusnak a tanítványok iránti szeretetéről van szó és ebben a világban ott van a tanítvány, aki keresi a boldogulást. Idézi az első János levelet, a második fejezet 15. versét. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. A világ tehát, hogy az első részben ezt elemeztük, az Istentől elszakadt állapotot is, az Isten teremtményi valóságát a teremtmények valóságát jelenti. Az első János levél 5. fejezet 19. versében pedig a következőket olvassuk. A világ teljesen a gonosságban fetreng. En mindennek ellenére, hogy megállapítottuk, hogy a, hogy a világ az a meggyengült teremtményi létet jelenti, éppen ehhez a világhoz, vagy ebbe a világba küldi Isten az ő egyszülöttét. Itt párhuzamként emlí említhetjük a rómaiakhoz írt levelet is, az 5. fejezet 8-as versét, mely szerint Jézus értünk akkor halt meg, amikor még ellenségei voltunk. Tehát ez is mutatja, hogy a bűnbe megromlott világhoz szól az Isten fiának küldetése. Ne feledjük el, amit maga az Úr Jézus mond a saját küldetéséről, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Nyilvánvalóan az elesettet kell felemelni, a, a földre zuhantat kell felsegíteni, a bűnöst kell megtisztítani, lehetne sorolni még a képeket és kifejezéseket, de úgy gondolom, hogy jól értjük minnyájan ennek a küldetésnek a lényegét. Az első János levél. Negyedik fejezet, kilencedik és tizedik verse pedig megerősíti ezt a hitvallást. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egy szülött fiát küldte a világba, hogy általa életük, életünk legyen. Nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket. Itt lehetne arra is gondolni, hogy bár a Jánosi írásokat még szélsőségesebben is lehetne értelmezni, és itt kifejezetten a hitetlen világra is lehetne gondolni, a teljesen elutasítóra, mármint Jézust, vagy az Isten szeretetét elutasítóra. Ez lehet egy ilyen szélsőséges értelmezés, de mi megmaradunk annál, ahogy előtt tettük. Jézus a bűnösökért jött hogy felemelje a bűnösöket, megmentse a veszni indult világot, és erre idézhetünk még, és fogunk is még más szép bibliai példázatokat is, amelyben Jézus, mint jó pásztor jelenik meg, aki az elveszett bárányt keresi, és nem akarja a világ megsemmisülését. Itt mindig a bölcsesség könyvének első feléezetét szoktuk idézni. Ez nagyon fontos mondat, hogy nem az Úr alkotta a halált, nem leli ő kedvét az élők pusztulásában. Mindent azért alkotott az Úr, hogy legyen, és az ő teremtményei az üdvösségre szolgálnak. Tehát nem akarja a megsemmisülést, a halál sem megsemmisülése az életnek, vagy a létezésnek, az embernek, vagy Isten teremtményeinek. Az egyéb teremtmények pusztulása az lehet megsemmisülés. Tehát, ha már az ember alatti létezők világára gondolunk, de a testben, lélekben Isten képmására teremtett és Isten gyermekévé fogadott ember, nem semmisül meg. Még a gonoszok, a bűnösök, a kárhozottak sem semmisülnek meg, éppen ezért olyan veszélyes vagy olyan félelmetes dolog és tény a kárhozatnak a léte, amelyben valaki, aki oda jut, örökké a szenvedésben éli majd, vagy tölti a létezését Istentől elszakadva. Nagyon nagy a felelősségünk, és a lélekemelő, nem a riogatásoknak a műsora, de a Szentírás figyelmeztetéseit, amelyek éppen itt is elhangzanak majd a hit kapcsán, a Jézusba vetett hit, a világosság választása, kifejezés, az igazság szerinti cselekedetek, ezek nagyon meghatározóak az élet és a boldogság szempontjából, ezek ellentétei pedig a gonoszság cselekedetei, a sötétségnek a választása, ezek pedig a kárhozatnak a szempontjai szerint nagyon fontos kifejezések. Tehát eljött az egyszülött fiú, hogy ne vesszünk el, tehát a létünk ne semmisüljön meg. Elveszni azt jelenthetné, hogy az ember Megsemmisül. A gonosz földbe döngölheti az embert, és a próbatételek is föld, földre sújtják az embert, de a halál is a legnagyobb megsemmisülésnek, a létezés megszüntének tűnik, de mint említettük, nem az. Mert a halhatatlan lélek nem semmisül meg, az ember élete nem szűnik meg, csak a test. Mert a testünk az még az Isten képmására teremtett embernek olyan tényezője, amely a teremtett anyagisághoz tartozik. És éppen ez a bűn következménye, hogy az ember az anyagiságában fáradékony, szenvedékeny és mulandó, ember emlékez, hogy por vagy, és visszatérsz a porba, de ez az a test, amit az Úr az anyagvilághoz kapcsol, amit képszerű leírás szerint, tanító jellegű elbeszélés szerint a teremtés könyvében úgy olvasunk, hogy a fazekas mester teremtő keze, vagyis az Isten a porból megalkotja az ember. de aztán belé leheli az élet lehető leheletét, és így lesz az ember emberré, és élő lényé, de egyúttal így lesz az Isten képmásává, amelyről ugyancsak olvasunk a Teremtés könyvében. Az anyagiságunk kiszolgáltatott és romlandó, mulandó, szenvedékeny, de a létezésünk nem, mert ez a halhatatlan lelkünkhöz kötődik. Tehát elnevesszen az ember, ezért olyan fontos ez, itt, ez a kifejezés. Kinevesszen el, aki az egyszülött fiúban hisz, aki ő benne hisz, az elnevesszen, hanem örök élete legyen. Nem csak tovább létezzen, hanem örökké létezzen. A létezéssel kapcsolatosan, ami születésnapi, vagy akár névnapi jókívánságaink jutnak az eszembe, amikor valaki itt van a földi élet oldalán, akkor szeretnénk ezt a evilági létet is hosszúnak tudni, és úgy véljük, és ezt tesszük a jó hogy a jó Isten kezére bízzuk magunkat, és amikor valakit köszöntünk, azt mondjuk neki, hogy Isten éltessen sokáig. Tehát a jó azt jelenti, hogy az életet, de egyelőre még ebben a földi állapotában hosszúnak kívánjuk, hogy legyen eredményes, legyen bőséges, és legyen valójában éle, érdemszerző az életünk, tehát Isten éltessen sokáig. Ennél nyilván többet jelent, ha nem csak sokáig akarunk, akarunk élni, hanem örökké. Amikor valaki meghalt már ebben a világban, akkor is kívánhatunk jót neki imádságainkkal, és valóban, aki már ebből a világból eltávozott, azok számára az örök életet, az örökké valóságot kívánjuk. Elődöm Liplászló atya, 1948-ban született, így 2018-ban 70 éves lenne. Már több évvel ezelőtt elhunyt, de a plébániai közösségben gazdag megemlékeztünk a 70. születési évfordulójáról, és az ő esetében is ezt tudom mondani neki, és az ő rá emlékező közösség is ezt a jó kívánságát tudja megfogalmazni, hogy Isten éltessen örökké. Ide megy vissza a jó kívánságunknak a szempontja ide a Jánosi írásra, amikor nem csak azt olvassuk Isten egy szülöttéről, hogy hosszú életet hozott nekünk, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta a világért, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát nem hosszú élete legyen, nem ezt, ki, nem ezt adja, és kérjük és kívánjuk csupán, és nem ennyit ad a jó Isten, hogy itt a földi létünket meghosszabbítaná, hanem örök életet ad számunkra, és milyennek az örök életnek a feltétele? A Jézus Krisztusba vetett hit. Jézus küldetésének az elfogadása. Nem csak egyszerűen egy hit tartalom elfogadása annak a ténynek, hogy Jézus Krisztus élt, itt volt, figyelmesen hallgathatjuk az ő bölcs mondásait, tanítását, példázatait. Nem ilyen értelemben vett emberi bizalomról van szó, nem Jézus küldetése egészének az elfogadásáról, arról, hogy Jézusban nekünk örök életünk lehet. Ennek az elfogadása, hogy Isten szeret minket és örök életet akar adni nekünk, és Jézus Krisztus Isten egyszülöttje az, aki visszaszerezte számunkra az örök élet lehetőségét. Az ő teljes küldetésével, az ő engedelmességével, azáltal, hogy mindenben megtette az atya akaratát, és aztán szenvedett és meghalt értünk, és a legfontosabb mindezek után, hogy föltámadta halálból, megtörte a sátán hatalmát. Erre az engedelmes küldetésre és ennek a küldetésnek a tényére, hivatkozva fogalmazzuk meg a hitünket. Nem csak egy személyt fogadunk bizalommal, nem csak egy tanítást próbálunk az életünkre vetíteni és ennek megfelelően élni, hanem Isten megváltó szeretetére mondunk igent, és ebben hiszünk, amikor elfogadjuk az ő fiának küldetését, megváltó küldetését, annak teljességét. És azt az isteni szándékot, hogy csak Jézus Krisztusra való tekintettel, Isten Fiára való tekintettel fogad vissza minket gyermekeivé Isten, és adja meg az örök élet lehetőségét. Nincs a világnak másik megváltója, nincsen másik megváltás. Az ember a maga erejéből nem képes önmagát megváltani. Az ember saját engesztelő szándékával nem tudja Istent kiengesztelni, egyedül az ő fia áldozata engeszteli ki a szerető atyát, aki úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta érte. Ismét tartsunk rövid szünetet. Nézőink, a Lélekemelő című vallási műsorunk mai adásának harmadik részéhez, a befejező részhez érkeztünk. Hármas tagozódású általában a Lélekemelő, és a harmadik rész egyrészt tovább lépést is jelent az adott szöveg olvasásában, ugyanakkor további feltárásokat és ismétlő gondolatokat is kínál. Folytatva azonban János Evangéliumának harmadik fejezete olvasását, a 17. verset idézem, amely újabb magyarázatot ad Isten szándékaira és szeretetére vonatkozóan. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Folytatnom kell a teljes, teljes körű értelmezés érdekében a következő verssel is. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött fia nevében, a név pedig a küldetést jelenti. Tehát, ahogy erről már gondolkodtunk az imént, a küldetés, a megváltó küldetés elfogadásáról van itt szó. Az ítélet mit is jelent? ítélkezni általában a bírák, bírók szoktak akiknek éppen ez a tisztségük, hogy bizonyos dolgokat eldöntsenek. Az ítélet több rétű lehet, általában az ítélkezés két fél közötti igazságszolgáltatást jelent a hétköznapi értelemben, ahol van általában felperes vagy alperes, és a bírónak a dolga, hogy rendet Tegyen az adott ügyben, valakinek a javára döntsön. Az ítélkezés már Mózes idejében egy fontos szempont volt. Maga Mózes volt az, aki a választott nép fiai felett ítélkezett, vagyis a peres ügyeiket eldöntötte Isten segítségével, vagy Isten szándékai szerint olyannyira nehéz teher volt ez Mózes számára, hogy egész nap ült a maga helyén, vagy sátránál, a nép pedig ott ácsorgotta, hogy a Szentírás írja Mózes előtt, és várták az emberek, hogy sorra kerüljenek azért, hogy igazságot szolgáltassanak nekik. Mózesnek az apósa figyelmeztette őt, hogy ez teljesen értelmetlen és nehéz vállalkozás így ebben a formában. Egyrészt magát is tönkre teszi, és az emberek is kárt szenvednek, mert csak ott állnak sokszor napokig feleslegesen, és várakoznak, hogy sorra kerüljenek. És ekkor javasolja Mózes apósa azt, hogy válasszon tisztségviselőket, Különböző kisebb-nagyobb csoportok élére, és ők döntsék el ezeket az ügyeket, az embereknek egymás közötti konfliktusait rendezzék, és ekkor jelölnek ki bírákat a nép harmonikus élete és az ügyes-bajos dolgaik rendezése érdekében. Az ítélkezés tehát elsősorban a köznyelvben, ezeket a gondolatokat juttatja eszünkbe, tehát a peres ügyeket, az igazság szolgáltatást. És mindig több szereplős általában a, az ítélkezés. Van azonban az ítéletnek más formája is. Ez már inkább a büntető eljárásokra vonatkozik, amikor valaki, mint gyanúsított, a bíróság elé áll, és akár előzetesen fogságban van már, letartóztatják, így szoktuk mondani, és várja az ítéletet. Akkor ez már az ő személyének a megítélése, vagyis annak kimondása, hogy bűnöse vagy nem bűnös. Most nem kívánok ilyen mélyebb jogi tisztázásba bocsátkozni, vagy Jogi elemzést gyakorolni, de talán a most itt elhangzó ítélet ehhez áll közelebb, amikor egy valakiről, az ember személyéről szól az ítélet, és az ember személye önmagában és egyes számban kerül ítélet alá, vagyis a sorsunk dől el a jövőben is sorsunk dől el az ítélet nyomán. Már itt többes számban szerepel az ítélet, illetve itt a sokaságra utal, és minden egyes emberre, de mégiscsak minden egyes embernek a személyes sorsáról van itt szó az ítélet fogalmában. Azt se felejtjük el, és azért a teljesség kedvéért egy harmadik szempontként Hozzáfűzöm, hogy a logika tudományában az emberi gondolkodás szempontjából ugyancsak fontos az ítélet fogalma, amely az emberi gondolkodásnak egy fejlettebb szintjét jelenti, mert először még csak ismerkedünk a dolgokkal és jelenségekkel, vagyis fogalmakat alkotunk. Ez a megismerés, és aztán vannak utána már a több fogalom rendezése során, vannak következtetéseink, és aztán eljutunk arra, hogy a dolgok között mi magunk is rendet teremtsünk, és mondjuk az ítéletet. Ez az ítélet, amikor a logika szempontjából, vagyis az emberi gondolkodás, filozófikus tudományának fogalmai szerint ítéletről beszélünk. Ez az ítélet nem sors döntő, ez inkább hétköznapi szóval úgy mondhatjuk, hogy az embernek megvan a véleménye a dolgokról, vagy a másik emberről, és ebben az összefüggésben mondja az Úr Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy titeket se ítéljenek meg. Tehát ne alkossunk olyan véleményt másokról, hogy aztán a saját ketrecünkbe zárunk valakit, és abból nem tud kiszabadulni. Tehát megvan rólad a véleményem, ugye ezt szoktuk mondani, és ez megbélyegzi azt a másik embert, és előttünk már úgy érzi, hogy. Már a sorsa meg van pecsételve, és ebből már ezen nem tud változtatni, vagy ebből nem tud kikerülni. Tehát nem vagyunk egymás bírái, erre is akar figyelmeztetni az Úr Jézus, de ugyanakkor arra is, hogy az ítéletünk az ne zárjon be senkit változtathatatlan állapotba, mert ha az Úristen az életünk végéig, amíg időnk van, megengedi a változásnak, a javulásnak, a megtérésnek a lehetőségét, akkor mi egymás előtt ne zárjuk le ennek a lehetőségnek az útját. Ne ítéljetek, hogy ti se esetek ítélet alá. Mert egyedüli bíránk az a jó Isten, és talán ez a háromféle megközelítés, amit említettem, ez segít tisztázni, hogy itt mit értünk ítélet alatt. Itt az ítélet valójában a saját kezünkben van. Az ítélet abban áll, és mi magunk mondjuk ki magunk fölött ennek az esélyét, vagy ennek a lehetőségét, hogy üdvözüljünk. Ez pedig a saját személyes döntésünk, a szabad akaratunk által történik. Elfogadjuk-e Jézus Krisztust megváltónknak? Ebben áll az ítélet. Ő hozzá igazítjuk-e az értékrendünket, az életünket, a döntéseinket, a cselekvéseinket? Annak reményében és annak érdekében, hogy ő vele eljuthatunk az életre. Hogy Isten szeretete ne legyen hiába való rajtunk, mert Ő így is úgy is szeret, és nem akarja a bűnös, nem akarja az Istentelen halálát, hanem hogy letérjen az útjáról és éljen. Hát ebben a mondatban is benne van, hogy mi járjuk az utunkat itt a Földön, és vagy letérünk a gonosz útról, a rossz útról, az Istentől eltávolító útról, vagy pedig rajta maradunk-e. És át, áttérünk egy Jézus útjára, aki önmagát ugyancsak útnak mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut el az atyához, csak általam. Tehát akarunk-e Jézus útján járni, és letérni a bűn, a gonoszság, a sátán útjáról. Szabad akaratunkon múlik, és az ítéletünk a saját kezünkben van. Mert ha le akarunk térni a bűnös útról, akkor Jézus útjára léphetünk, és vele együtt, mint utitársunkkal, vagy kijelölt útunk által eljuthatunk az Atyához. Nélküle nem, senki nem juthat el az Atyához, ahogy ő mondta, csak ő általa. Ez természetesen nagyon fontos Jézus Krisztust megismerni, és vele kapcsolatban dönteni. De ha valaki erre nem juthat el önhibáján kívül, tehát nem felelős azért, hogy ő nem tudott Jézusi módon járni, akkor is, akkor is eljuthat az életre Jézus által. De itt általában azokra szoktunk gondolni, akik valóban a világnak olyan pontján járnak és élnek, vagy olyan közegben, olyan állapotban, ahol Jézus Krisztus nem ismerhető meg, vagy pedig szellemi képességük, vagy létállapotuk, gondoljunk a magzatokra, vagy öntudatlan gyermekekre, akik nem ismerhették meg Jézust, mert a földi életük olyan rövidre szabott élet volt, hogy, hogy már nem jutottak öntudatra, hogy döntsenek az Úr Jézusban megvan az üdvösség útja és lehetősége, de csak benne és csak általa. Az ítélet fogalma tehát ezt jelenti, hogy szabadon döntünk, elfogadjuk-e Jézus küldetését, az ő megváltó szeretetét, akarunk-e az ő útjára térni. És mint említettük, éppen ezért lesz személyessé az ítélet, és amikor olvassuk azt, hogy Jézus példa beszédét Szent Máté leírásában az evangélium a végén, a nagy vízió a világ végéről, amikor az ítélő, bíró, az emberfia majd jobbjára állítja az igazakat, gyertek atyám áldottai, és meghívja őket az országba, míg a másik oldalára, miként a pásztor a juhokat a kosoktól elválasztja, ti pedig távozatok, mondja a másik oldalon állóknak, az örök tűzre, a kárhozatba. De itt nem arról van szó, hogy na majd akkor dönt Jézus, vagy az ítélő emberfia, hanem arról van szó, hogy az igazak úgy állnak jobbra, vagy a gonoszok a balra, hogy ezt ők döntötték el a földi életükben, mégpedig a tetteik által, értékrendjük által, amit is elhangzik, hogy vagy igazságban cselekszünk, itt jön a kifejtés a továbbiakban, vagy gonoszságban cselekszünk. Mert ott is arról van szó, hogy mit tettél jót a másik embernek, és mit mulasztottál el, vagy milyen gonoszat tettél. A másik ember esetében. Tehát nem egy szigorú bíró jön, aki önkényesen jobbra-balra állítja az embereket, hanem már ez eldől életünk döntéseiben, a szabad akaratunk által, hogy Krisztusban cselekszünk-e, a világosságban ennek megfelelően élünk-e. Kedves nézőink, ennyi fért bele a mai. Közös gondolkodásunk műsor idejébe nagy szeretettel búcsúzom kedves nézőinktől, Isten áldását kérem minnyájuk életére, és a lélekemelő vallási műsorunk végén mindezek mellett, Krisztus nevével szeretném búcsú köszöntéssel illetni a kedves nézőinket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!